Vendégünk Várt János és Mátrai Csanád. Sziasztok! 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 Sziasztok. A Petőfi TV nézői azért már ismerhetnek titeket a Völgy Impro sorozatból, most viszont az akusztikban fogtok szerepelni ma este. Mekkora álmatok vált valóra azzal, hogy az akusztikban is felléphettetek? Óriási, természetesen. Jó dolog egy órás koncerten szerepelni a tévében is, meg ebből ugye internetre kitehető anyagok is készülnek, és ez egy nagyon különleges koncert lett. Én nagyon, nagyon szeretem. És hogy különleges, az mit jelent, hogy mennyire változott a saját stílusotokhoz képest ez az akusztik formáció? Voltak már olyan koncertjeink, ahol akusztikusabb volt a hangzásunk, de ez azért több szempontból különleges lett. Volt benne zongora, Nagy Szabolcsnak köszönhetően, és szerintem csodálatosan feldobta a hangzást. Jött velünk énekelni régi barátunk Studer Kovács Veronika, illetve volt egy vendégünk, egy ilyen meghívott vendég, ami az akusztikban szokásos, ő pedig Fekete Bori, ő meg a népzenét csempészte be a műsorba. Már ez is arról árulkodik, hogy stíluskavalkád lesz itt az akusztikban, viszont hogyha a saját stílusotok közül kellett volna választani, ugye különböző korszakaitok voltak már nektek is, akkor melyik arcát akarta megmutatni most a Bluespot zenekar? Hát pont ezt az összeset igazából. Tehát a Bluespot zenekar gyakorlatilag a saját stílusa a bluesból indult ki, de hát ezeket átölt gyakorlatilag. Ugye, hogy jól tudom, a vokalista hölgy, ő külföldről jött az akusztikán? Igen, Verát sajnos elveszítettük mi magyar férfiak. Svájcban él, oda ment férjhez, és egy csodálatos énekesnő. Az Esti Gyorsnak volt az énekesnője, és szóltam neki, hogy mivel az eredeti lemezeinken ő vokálozott, hogy lesz ez a fellépés, és Zürichbe felült egy vonatra, hazajött, énekelt és visszament, és ezért innen is puszíjuk távolról, mert ez olyan rendes volt hát tőle. Ez milyen szuper, mert ez biztos jó érzés. Szerintem ez azt is jelzi, hogy ez valahol egy baráti társaság, és az öröm a zenélésért csináljuk ezt, amióta csináljuk. Persze, és Fekete Bori például, csak a zenekarból, hogyan jött ő a képbe? Vele már nyáron a Völgy Impron játszottunk vele együtt, és hát fölmerült neki is a neve, mert főleg azért, hogy a népdal feldolgozásokat jó lenne egy ilyen népdal énekessel. Egy olyan énekessel, aki már 5 éves korában népdalokat énekelt. És az a műsorba belekerültek feldolgozások, és méghozzá 2 Cseh Tamás dal. De mit jelent akkor Cseh Tamás mondjuk a 10 zenekaratok, illetve annak tagjainak a számára? Ez egyáltalán nem véletlen, mert Cseh Tamás műsorral rukkoltunk elő már 3 éve, úgyhogy könnyű volt feldolgozást választani. Ennek a műsornak az a lényege, hogy zenekari formában szólaltatjuk meg azt a nagyon finom, egyszálgitáros dolgot, amit Cseh Tamás annyira egyedien csinált, és ez eddig is működött, szeretik az emberek, úgyhogy ebből választottunk itt 2 dalt. Ez összehozza az embereket, azért szeretjük, tehát nagyon, nagyon sokféle ember kedveli Cseh Tamást, és most is azt is észrevettem most, hogy mutogatom ismerősöknek, hogy olyan is megkedveli így, aki eredetileg nem szerette. Van olyan, aki eredetileg nem szerette Cseh Tamást? Melyik ez a 2 dal egyébként? Hát némi ízelítőt most már mondhatunk, hiszen nem sokára láthatja az egész műsort a közönség. Kötelező a Budapestet eljátszani, hiszen ez a legismertebb, legfontosabb dala, a másik pedig minden álmomban. Jaj, de jó. Kedvence. Ami másik János dal egyébként, de közös daluk a Levél a nővéremnek 2 lemezről. Orbán Otto versfeldolgozás is volt a műsorotokban. Melyik vers volt ez? Ez a Hallod-e te sötét árnyék című vers, ami több áttételen keresztül jutott ide a műsorba. Ugye Sebő Ferenc 20 éve rá alkalmazott egy népdalt, úgy vette föl lemezre. Mi pedig egy popzenei köntösbe bújtattuk ezt az egészet más harmóniákkal, és egy ideje ezt a dalt is játsszuk. Ez egy ilyen nagy, mély, létösszegző vers és dal. És a Bluespot már idén 17 éves. Hogyan emlékeztek vissza egy a saját pályafutásotokra, illetve hát milyen tervekkel vágtok neki a közeljövőnek? Én a visszaemlékezés részében mondjuk az utóbbi 5 évet tudom csak felhozni. Most kiszámoltam egyébként, 5 éve és 1 hónapja vagyok a zenekar tagja gyakorlatilag. Viszont akkor ami következik nagy projekt, az a Budapest koncert, hogyha ezt már lehet kicsit pedzegetni, erről mit lehet már most tudni? Elkezdtünk gondolkodni, hogy ebben az évben mivel rukkoljunk elő. Most megyünk Brüsszelbe a Liszt intézetbe játszani, és őszre készülünk egy olyan műsorral, ami ebből fog kinőni.
Cseh Tamás dalok és saját dalok és mindenféle dalok, aminek a középpontjában a város áll, ami egyébként 150 éves szülinapja van Budapestnek, úgyhogy érdemes róla egy kicsit elgondolkodni. Hát Isten éltesse. Mint ahogy titeket is. Ma este akusztik. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és sok sikert a továbbiakban. Mi is köszönjük szépen.